Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Ellenszavazat nélkül fogadták el a Jászfőváros költségvetését. Készül a 2027-ig terjedő közös agrárpolitika, a cél a fenntartható és versenyképes hazai agrárium. Jégre fel, ügyességi sportverseny a Klapka szervezésében. Köszöntök kedves nézőinket, Önök a Jászsági térségi televízió híradóját, a Hír 18-at láthatják pénteken este 18 településről 18 órától. Két tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül fogadta el a város költségvetését Jászberény képviselőtestülete a február 22-i ülésen. A mintegy 11,5 milliárd forintos főösszeggel számoló gazdálkodási tervről szóló határozat volt a januárban megalakult testület első soros ülésének legfontosabb napirendje. Mellette azonban tárgyal több mint 30 napirendi pontot. Többek között áttekintették a város ingatlan vagyonnal gazdálkodó éves jelentését, és megerősítették, hogy Jászberény folytatja a Malom projekt megvalósítását. A február 22-i testületi ülés elején egy perces néma tiszteletadással emlékeztek Jászberény képviselői az életének 74. évében nemrégiben elhunyt Katona Katalin nyugalmazott pedagógus helytörténeti kutatóra és a 95. életévében elhunyt dr. Suba György nyugalmazott főorvosra, Jászberény díszpolgárára. Határozott célunk befejezni ezt a beruházást, és a vármegye vezetése, valamint képviselő úr azt kérte tőlünk, ahogyan fogalmaz az előterjesztés is, hogy egy új képviselőtestület van, és ezen vállalásunkat, ezen szándékunkat az új testület is erősítse meg. Sürgősséggel tárgyalta meg a Malom projekt folytatásáról szóló előterjesztést a napirendek felvezetéseként az önkormányzat. Ebben egyhangúan erősítették meg a képviselők, hogy a város továbbra is szeretné az egykori Malom épületét hasznosítani, és ott együttműködve a vármegyével a Palotási János Zeneiskolának új otthont biztosítani. Becsületembe és lelkiismeretembe fogadom. Az ülésen tette le esküjét Kökén Zsolt, Kuzin Zoltán és Faragó Péterné külsős bizottsági tagok, illetve később a Fidesz-KDNP választási listájáról a képviselőtestületbe kerülő Bódis Béla önkormányzati képviselő. Ők február 14-én az önkormányzati testület alakuló ülésén nem vettek részt. A vagyonkezelésünkben lévő két épület értékének növelésével 2015-től kezdeném, és ezen a lapon 2015-től számolok be a közgyűlésnek és polgármesternek arról, hogy a Szolnoki Szakképzőcentrum mit tett az elmúlt időszakban a vagyonkezelésében lévő két épülettel. Ez a két épület a Klapka György Technikum és Szakképzőiskolának a két épülete, a Hatvani úton és a Kossuth úton. Az önkormányzati ingatlanok vagyonkezelését tárgyaló előterjesztés kapcsán szólalt fel a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja. A képviselők elé került jelentésük kiegészítéseként mondta el, hogy az elmúlt években számos, összességében több 100 millió forint értékű beruházást hajtottak végre a Klapka két épületének, illetve eszközellátottságának fejlesztésére. Fontos volt a kiegészítése, mert korábban az összegzés tárgyaló szakbizottsága jelentés tartalmi hiányosságai miatt azt nem fogadta el. A felszólalás után azonban ezt az előterjesztést is egyhangú szavazattal fogadta el a testület. Ez a rendelet, ez a költségvetés, ami meghatározza idei évünket, nem szokványos. Tudom, ezt már sokszor elmondtam, 19 óta valóban nem volt még két egyforma év, nem volt két egyforma költségvetés, minden évben kellett szembesülnünk valami nehézséggel, akár hatványozódott nehézségekkel. Ezekre próbál választ adni ez a költségvetés. A Jászberény 2023 évi gazdálkodását meghatározó költségvetési rendelet összességében mintegy 11,5 milliárd forintos főösszeggel számol. A polgármester kiemelte, hogy megalkotásakor a prioritást a városüzemeltetés biztosítása, a dolgozók bérének és béremelésének finanszírozása, valamint a fejlesztések folytatásához szükséges fedezet előteremtése jelentette. Az a mondat, hogy az alakuló lehetőségeink figyelembe vételével majd bizonyos tételeket még tudunk kezelni, azért ez megnyugtató, hát figyelnünk kell folyamatosan ténylegesen a bevételeket, akár állami normatívákat, akár adóbevételeket, hogyan alakulnak, és akkor esetlegesen bizonyos fejlesztési folyamatokat, vagy akár támogatásokat még el tudnánk indítani. A képviselő korábban megjegyezte, hogy a költségvetés pozitívumai mellett később problémát jelenthet, hogy mind a kultúra, mind a sport és egyéb közösségek támogatásának összege nagyságrendekkel csökkent az elmúlt évekhez képest. Egy pár területen én is úgy gondolom az elmúlt évekhez képest, tehát visszalépés lehet tapasztalni.
de épp azért akartam ezt mondani, így előre hozva, hogy reméljük, hogy az év során még ezeket lehet kozmetikázni, lehet hozzátenni, lehet több pénzt adni a civil szervezeteknek, sportegyesületeknek. Nekünk jelenleg a Csángóhoz is úgy tűnik, hogy kevés, de hogyha a Csángóhoz még elegendő is lenne, de a működtetésünkhöz viszont csak egy fél évnyire való van meg, akkor sajnos gáz van. Ahogy fény lehetőség nyílik, akkor viszont ez a hiány, ez helyre lesz hozva, mert különben a Folklor Kulturális Közalapítványnál úgymond működtetési gondok lesznek. A felvetésekre reagálva a város alpolgármestere elmondta, hogy a nem kötelező feladatok finanszírozására idén jóval kevesebbet tervezhetett a város. A helyi adóbevételek összege várhatóan mintegy 100 millióval emelkedhet, de a kiadások növekedésének mértéke ennél jóval nagyobb, tette hozzá. Az egyik oldalon van durván 1 milliárd költségnövekedés, a másik oldalon pedig van 100 millió forint bevételnövekedés. Itt van egy nagyságrendileg 900 millió forintos luk. Ezt kellett ebbe a költségvetésbe kezelni. Hozzátette, senkit nem kívántak háttérbe szorítani, de az alpolgármester véleménye szerint vannak olyan ügyek, mint például az ivóvízhálózat fejlesztése, amit meg kell oldani, és amire mindenképp forrást kell biztosítani. A képviselő türelmet kért mindenkitől, mint mondta, remélik, hogy évközben plusz forráshoz juthat az önkormányzat. A költségvetést végül ellenszavazat nélkül két tartózkodás mellett fogadták el. Elfogadtuk, köszönöm szépen. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jászlókun-Szolnok Vármegyei Szervezete, valamint a Jászlókun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége meghívására összegyűltek a jászsági gazdák Jászapátin, hogy tájékoztatót hallgassanak meg a közös agrárpolitika 2023-27 közötti időszakának hazai stratégiájáról. Lesújtó képek 2022-ből. Tavaly hazánkban közel 3 millió hektár területen tombolt a súlyos aszály. A kiszáradt termőterületek nagysága közelítette az 1 millió hektárt. A kormány az aszály okozta károk csökkentése érdekében az öntözésfejlesztési beruházások megvalósításán túl a termelésbiztonságot erősítő, a vízmegtartást, a talajnedvesség megőrzését szolgáló gyakorlati technológiai megoldásokat kezdett el támogatni. Aztán megérkezett az európai energiaválság, melynek hazánk lett a legnagyobb vesztese. Az égbeszökő üzemanyag és rezsiköltségek értelemszerűen újabb nehézségeket okoztak az egyik legnagyobb fogyasztónak, az agráriumnak is. Most pedig 4 éves hazai agrárkoncepciót kell formálni, miközben tartósan velünk maradhat az orosz-ukrán háború és annak gazdasági hatásai. Ezeken az alapokon kellene a mai gazdatársadalomnak versenyképesebbnek lennie. Azért jöttünk ugye össze, hogy informálódjunk az előttünk álló évek komoly feladataihoz, a közös agrárpolitika és stratégiához való alkalmazkodáshoz. Kis János, mint házigazda köszöntötte a jelenlévőket a Pályér Antal Művelődési Házban, mint mondta, a gazdáknak nagyon fontos, hogy jól alkalmazkodjanak a piaci és természeti kihívásokhoz, illetve a lehető legmagasabb támogatást tudják elérni a 2027-ig terjedő pénzügyi ciklusban. Nekünk ez alkalmazkodni kell mindenképpen, hogy versenyhelyzetben tudjunk maradni, versenyhelyzetet tudjunk teremteni, és tudjunk fenntartható módon gazdálkodni a továbbiakat illetően is. Újabb kihívást jelentett, hogy a keleti határainkon dúló háború azt eredményezte, hogy a világpiac helyett az európai piacra zúdult az ukrán gabona. Alaposan 140 ezer forint helyett alig 90 ezer forint tonnánkénti árra letörve a piacot. Ez újabb, nem várt veszteséget jelent erre az évre a magasabb rezsi és műtrágya árakkal zsonglőrködő termelőknek. Az ilyen külső hatások gyengítése érdekében a kormány úgy döntött, hogy jelentősen emeli a hazai agráriumnak szánt forrásait az uniós támogatásoktól függetlenül. Az elkövetkezendő 4 évben soha nem látott mennyiségű támogatás érkezik a gazdáknak, ami részben a további termelés intenzitását fogja erősíteni, az energia takarékosabb termelést, valamint nem utolsó sorban, vagy legelső sorban talán mondhatjuk a piacra jutást. A piacra jutás alatt értjük a feldolgozó üzemek létrehozását, mert az nem működhet tovább, hogy külföldön ugyanezt a terméket olcsóban elő tudják állítani, és az sem működhet, hogy az alapvető élelmiszereket külföldi országokból importáljuk Magyarországra. A Fidesz frakció gyűléséről hazatérő Pócs Jánostól megtudtuk, hogy mindez azt jelenti, hogy a hazai agrártámogatásokat megduplázza a következő években a kormány. Teszi ezt a magyarországi feldolgozóipar megerősítéséért, a belső piaci igények hazai kiszolgálásáért,
helyreállásáért, illetve a hazai gazdaság versenyképességének fokozásáért. Ami biztos, az a bizonytalan, tehát azért most így elmondanám előjelben, hogy még a mai napig is formálódik egyébként a rendek, formálódnak a rendeletek, formálódnak az elvárások. Annyit tudok mondani, hogy azért sarokkonyhéjban is nagyban lényegében már ezek nem fognak változni. Legény Ágnes, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara agrárstratégiai szakértője arról az 1400 oldalas dokumentumról beszél, mely a következő 4 évben stratégiai útmutatója és közben szabályrendszere is lesz a hazai agrárium működésének, pályázatainak. Tehát most már erősen körvonalazódik a technikai része is, hogy hogyan jut el a gazdálkodókhoz az a támogatási összeg. Egyelőre az egyes pillér támogatásairól tudunk többet. Ez azt jelenti, hogy a területalapú, állatalapú támogatások gyakorlatilag, ami a legtöbb gazdálkodót érint. Ennek a szabályrendszere jelenleg is megváltozik, ugyanúgy, mint egyébként 7 évvel ezelőtt, egy picit átformálódik, egy picit máshogy kell igényelni, egy picit más dolgokat kell betartani. Nyilván egyébként a hazai és az uniós szabályozásnak megfelelően is egy fenntarthatóbb gazdálkodás létrehozása a cél. A NAK ígéri, hogy a falugazdász hálózaton keresztül minden információ időben elérhető lesz, annak érdekében, hogy a digitalizálódó világban az adminisztráció nehézségei és a pályázati vagy financiális feladatok ne a gazdák vállát nyomják. A jövő a precíziós és versenyképes mezőgazdasági, mely felkészíti az agráriumot az olyan nagy kihívásokra is, melyek az elmúlt években rendre érték a világot. Pláne, hogy a klímaváltozás, a járványok és a válságok várhatóan velünk maradnak az új 2027-ig tartó financiális ciklusban is. Közel 5 milliárd forintra emelkedik idén jászfényszaru éves költségvetésének fő összege. A fejlesztésekre és a helyi támogatásokra is egyaránt nagy hangsúlyt helyező városban 2022-ben tovább emelkedett a lakosság létszáma. A település gazdálkodási lehetőségeiről február 22-én az éves közmeghallgatáson adott tájékoztatást az önkormányzat. Éves közmeghallgatását tartotta szerdán február 22-én Jászfényszaru képviselőtestülete. Mielőtt az önkormányzati képviselők szavaztak volna az idei büdzséről, az érdeklődő helybéliek számára mutatták be a helyi gazdálkodás fő irányait. Közérhetőbb módon tudjuk elmondani, hogy mire készülünk, milyen munkálatokban vagyunk éppen benne aktuálisan, illetve hogy mi várható 2023 évben, már amit jelen pillanatban, ma februárban prognosztizálni tudunk. A város polgármestere elmondta, hogy a település lakosság száma, ha kismértékben is, de folyamatosan emelkedik, jelenleg 5855-en élnek a településen. Felvezetőjében bejelentette, hogy zajlik a 32-es főút 4-sávosításának előkészítése. Jelen pillanatban az egy környezetvédelmi tanulmányterv szinten van, és ez azt jelenti, hogy a tanulmányterv után közbeszerzési eljárások követően kerülhet sor a 4-nyomósításra. Képviselő úr több ízben megígérte a helyi gazdáknak és a helyieknek, hogy mindez úgy fog megtörténni, hogy a település gazdasági szereplőinek ez javára válik. A helyi ipari park, illetve ipari övezet fejlesztése továbbra is kiemelt cél, miközben megőrzik a helyi támogatásokat is. Otthonteremtési támogatás címén például tavaly 187 család részére mintegy 341,3 millió forintot ítélt meg a városi testület. Az idősek rezsitámogatására pedig közel 24,3 millió forintot hagytak jóvá. Szolidaritási hozzájárulás mértéke is 1,2 milliárd forint. Ezt a település az iparűzési adó egy lakosra jutó összegéből számítottan fizeti meg az állam felé. Összességében 2023-ra 4,8 milliárd forintos költségvetési főösszeggel indulunk. A szolidaritási hozzájárulás 1,2 milliárd forintos összege az önkormányzat mintegy 3,9 milliárd forintos működési kiadásai között jelenik meg. Közben folytatják Jászfényszaru gazdaságfejlesztési programjának megvalósítását. A számos közműfejlesztést tartalmazó beruházási terv meghatározó elemei az elkövetkező évben, illetve években a 20 megawattos elektromos alállomás megépítése, az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés fejlesztése, a közúti közlekedési hálózat, illetve csomópontok fejlesztése, valamint egy új ipari csarnok építése.
Mindezek mellett a helyi értékek megőrzésére is kiemelt figyelmet fordítanak a település várossá nyilvánításának 30. jubileumi évében. Képviselőtársaim, a kultúraház munkatársai is nagyon élénken támogatják, hogy Gyászfehérvárnak a kulturális élete továbbfejlődjék, és meg tudjuk tartani azt a színvonalat, amit a városlakói várnak, illetve elvárnak tőlünk. A tájékoztatót követően tartották a városi testület soros ülését, amelyen elfogadták Jászfényszaru 2023-as költségvetési rendeletét. Február 22-én tartották a Jégre felelnevezésű játékos ügyességi sportversenyt Jászberényben a jégpályán. A Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka György Technikumi Szakképzőiskola harmadik alkalommal rendezte meg a középiskolások számára itt rendezvényét. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. Élelmiszerboltokból ismerősétől lopott, majd betört a benzinkútra a jászlodányi férfi. Február 20-án megérkeztek Jászárok szállása a Leccsere program izzói. Egy jászberényi lakos az ajtaja kémlelő nyílásán át nézte, hogy megpróbálnak betörni hozzá. Szóval a rövid híreinkben ilyen érdekességekről lesz szó. A jászsági rendőrök elfogták a kizárólag lopásokra berendezkedett életet élő jászladányi férfit. Egy 27 éves jászladányi férfi több helyről lopott, több helyre betört és károkat okozott az elmúlt hetekben. Erről kérdeztük a rendőrséget. Megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2023. február 21-én a hajnali órákban az egyik helyi élelmiszerüzletből különböző árucikkeket tulajdonított el 35 ezer forint értékben, azonban a betörés mintegy 250 ezer forintos rongálási kárt okozott. A bűncselekményt megelőzően egy óra körül nyitvatartási időn kívül egy töltőállomásra ment be, ahonnan chipset és 20 üveg fél deciliteres alkohol tulajdonított el. Az akkora közelben járőröző egyenruhások ellenőriztek egy helyi lakost, akinél chips és 9 üveg miniszeszes ital volt. Kérdésre, hogy honnan származnak a nála lévő tárgyak, elmondta, hogy egy férfivel találkozott az imént, aki megszólította és adott neki az italokból és a chipsből. A rendőrök adatgyűjtés és kamerafelvétel elemzést követően gyorsan elfogták a férfit. A rendőrök nem csak a két jogsértést rótták a férfi terhére, hiszen a megalapozott gyanú szerint 2023. január 21 és február 20 között egy berendezett, de nem lakott jászadányi családi házból radiátort, gázkazánt, étkezőasztalt, székeket, gáztűzhelyet és konyhabútorelemeket tulajdonított el. Február 10-én a hajnali órákban egy jászladányi sütőipari Kft. És egy élelmiszerbolt bánta a jogsértő ténykedését, több ezer forintos lopási kárt okozva magatartásával. 2023. február 14-én hajnalban a férfi megjelent egy női ismerősénél, akitől pénzt követelt. Mivel nem kapott pénzt, fenyegetőzni kezdett, hogy felgyújtja a házat és szétveri a kint parkoló gépkocsikat. Fenyegetését követően a hűtőből több kilogramm sertéshúst tulajdonított el. A rendőrök az ügyeket egyesítették és azokat egy eljárás keretében vizsgálják. Február 22-én a déli órákban Jászberény egyik lakótelepének kapucsengőjén a 9. lakásba becsengetett két budapesti lakos. Mivel a csengetésre senki nem válaszolt, a lépcsőházba mentek, ahol ismét kopogtattak a 9. számú lakás ajtaján, de senki nem nyitott ajtót. A 29 éves nő és a 42 éves férfi különböző zárnyitó szerszámokkal próbáltak bejutni a lakásba, de ez nem járt sikerrel. A tulajdonos ugyanis otthon volt, és az ajtózárban belül benne volt a kulcs. A sértett az ajtó kémlelő nyílásán látta, hogy az ismeretlenek megkísérlik a bejutást. A kulcs már elfordult volna, azonban a sértett ellentartotta azt. A páros feladta a próbálkozást, és amikor távoztak, az ingatlan tulajdonos értesítette a rendőrséget, olvashattuk a polisz.hu-n. A kiérkező jászsági rendőrök elfogták a padon üldögélő betörőket, akiket előállítottak a rendőrkapitányságra. Több mint 100 eszközt, köztük csavarhúzót, erővágót, zárnyításhoz szükséges alkatrészeket, kardot, rádiókat fülhallgatóval, sapkát és kesztyűt találtak a rendőrök.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy jászárokszállás csatlakozott az országos lakossági ingyenes lettcsere programhoz. A lakosok az elektronikus igénylő felület kitöltésével megadhatták pontosan egy-egy ingatlanra vonatkozóan helységenként szükséges fényforrások paramétereit és mennyiségét. Az igényléseket január 15-ig lehetett elküldeni. A város polgármestere közösségi oldalán osztotta meg február 20-án, hogy meghozták a városgondnokság dolgozói Szentendréről a lakosság által igényelt LED fényforrásokat. Mindenki, aki előzetesen igényelt ilyen fényforrást és szerződést kötött, átveheti a városgondnokság telephelyén a képernyőnkön látható időpontokban. Az átvételhez szükséges személyigazolvány és lakcímkártya. Három csehov művet láthatott a közönség múlt vasárnap kora este a Jászapáti Pályér Antal Művelődési Házban. Az Egy felvonásos komédiák című előadást a délini program keretében vitték színpadra. A jászapátiak szeretik a színházat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a délini program keretében a városba érkező előadásokra mindig sokan eljönnek. És hogy mit szeretnek a legjobban? A legjobban nem is a darab, hanem inkább a színészek, hogy kik játszanak. Ugye, hogyha van egy nagy név, az mindig vonzóbb az emberek számára, hogy végre élőben láthatok valakit, akik eddig csak a tévében. Viszont mi a darabok kiválasztásánál inkább arra törekszünk, hogy pozitív kicsengése legyen, vagy egy kis vidámságot hozzon az embereknek. Nem mindig feltétlen biztos, hogy így is sikerül, hogy ilyen darabot választunk, akkor viszont a név a húzó a történetben. Húzó nevek a vasárnapi előadásban is voltak. Ezúttal ugyan a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház vendégeskedett Jászapátin. De több a hazai színpadokról már ismert művészt is láthatott a közönség. Például Szűcs Nellit vagy Trél Zsoltot. A Dériné program keretében ezúttal Csehov három művét, a Medve, a Dohányzás ártalmairól és a Leánykérés című alkotásokat vitték színre. Az Egyfelvonásos komédiák című előadást először 1997-ben mutatta be a társulat Vidnyánszky Attila rendezésében. Február 22-én tartották a Jégrefel elnevezésű játékos ügyességi sportversenyt Jászberényben a jégpályán. A Szolnoki Szakképzési Centrum, Klapka György Technikum és Szakképzőiskola harmadik alkalommal rendezte meg a középiskolások számára itt a rendezvényt. Idén a versenyen 10 középiskola képviseltette magát. Tehát két ötfős csoportban! Február 22-én délelőtt a Szolnoki Szakképzési Centrum szakképző intézményeinek és a jászberényi középiskoláknak a diákjai korcsolyát húztak, és becsúsztak a jászberényi jégpályára. Ugyanis elkezdődött a Jégrefel elnevezésű játékos ügyességi sportverseny. Idén már harmadik alkalommal rendezzük meg ezt a Jégrefel korcsolyás ügyességi versenyt itt Jászberényben, de mivel ugye a Klapka szakközépiskola a Szolnoki Centrumhoz tartozik, mi már oda 5 éve járunk ilyen jeges vetélkedőre, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk itt Jászberényben is hagyományt teremteni ebből. Jelenleg 10 csapat fog versenyezni, 5-en vagyunk a centrumból és 5 jászberényi iskola. A testnevelés tanárok fontosnak tartják, hogy ilyen rendezvényeket is szervezzenek, hiszen a sportérték mellett a közösségfejlesztésben is nagy szerepet játszik egy-egy ilyen alkalom. A tanmenetünkben is benne van a korcsolyázás, és hogyha már ilyen lehetőségek vannak itt Jászberényben, akkor szeretnénk, hogy minél több gyerek megismerkedjen a korcsolyázással, egy kicsit a jégkorongból is ízelőtőt nyújtunk, és egy változatosság miatt is fontos. Ahogyan Bodor Máté testnevelő tanár is említette, jó, hogy van rá lehetőségük, hogy megismertessék a diákokkal a jeges sportokat. A hely nagyon fontos, hogy van egy ilyen jégcsarnok a Jászberénynek, és tényleg ingyenesen délelőtt diákok szervezett formában használhatják. Ezt használjuk ki most is, tehát a Jászberény Város Önkormányzata jóvoltából ugye a működtetés biztosítva van. Ezt jól látja és támogatja a Szolnoki Szakképzési Centrum vezetése. Hagyományt szeretnének a versenynek teremteni. A legjobb dolog, hogy a diákok jól érezzék magukat, legyen egy ilyen téli rendezvény, esemény is, és hát győzzön a legjobb csapat, azt kívánom. A csapatok tagjai mindent megtettek azért, hogy ők legyenek a legjobbak, pedig voltak közülük olyanok is, akik nem sűrűn állnak jégen. Nagyon jó, annyi, hogy régen korcsolyáztunk, hobbisták vagyunk mind, de ha nem vagyunk utolsók, akkor a milyen kanap. De olyan csapattagot is találtunk, aki 8-9 éve jégkorongozik. Szerintem eddig nagyon jól állunk, így összességében, és én azt gondolom, hogy lehet esélyünk megnyerni ezt az egészet. A versenyzők elmondták, hogy örülnek neki, hogy együtt lehetnek és csapatosan korcsolyázhatnak, de a versenyszellem is ott van bennük. Inkább az, hogy együtt.
nagyon fontos, hogy ugye csapatban, meg párban, ugye, ahogy mondták is, de próbálunk a versenyre is figyelni. A jó hangulat mellett természetesen a gyorsaság is számított, hiszen a végső sorrendet a csapatok által elért időeredmények alapján állapították meg. A diákok élvezettel és elszántan teljesítették a feladatokat. A Lehel Vezér Gimnázium csapata végzett az első helyen, második a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium második csapata, harmadik helyezett pedig a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum Gimnázium és Kollégium csapata lett. Híradónk után kérem ne kapcsoljanak el, mert egy kis kultúra következik, pontosabban a kommunizmus áldozatainak emléknapjára fogunk emlékezni. Hogyha önök emlékeznek, akkor tavaly májusban volt egy beszélgetésünk Faragó Anna Mária filmrendezővel, aki az Embernek farkasa kétrészes dokumentumfilmmel emlékezett meg erről, itt főként a Jászberény, tehát a Jász fővárosban zajló eseményekre utalva, tehát a Hír 18 után egy kis emlékezés következik, most pedig lássuk mai főbb témáinkat még egyszer röviden. Ellenszavazat nélkül fogadták el a Jász főváros költségvetését. Készül a 2027-ig terjedő közös agrárpolitika, a cél a fenntartható és versenyképes hazai agrárium. Jégre fel, ügyességi sportverseny a Klapka szervezésében. Eddig tartott a Hír 18, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat, keressék a megszokott internetes platformokon, kövessenek bennünket Facebookon, illetve nagyon fontos, hogy YouTube csatornánkon, klikkeljék be a kis harangot a követés mellett, mert akkor értesítést kaphatnak videófeltöltéseinkről. Mindenkinek a hétvégére jó pihenést kívánok, viszontlátásra! Stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.